A koncepció nem változott, hogy egy olyan rendszeres tudásátadó fórum legyen a Debreceni Futballegyetem, amit a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen szervezve kreditpontos kurzusként tudnak az edzők igénybe venni, és mindig megpróbálunk olyan tudást idehozni külföldi szakemberek által, ami újat jelenthet a mi szakembereink számára is, és a magyar valóságba be tudják illeszteni ezt az új tudást. Én azt gondolom, hogy a korábbi programsorozat, amikor hát fel se tudom sorolni a Real Madrid, a Milán, az Ajax és számos más nagy világutánpótlás nevelő klubnak a szakemberét hoztuk el, megalapozta azt a hírnevet, ami lehetővé teszi azt, hogy most már egy rendszeres rendezvény sorozat által tudjunk majd megjelenni. Úgy gondoljuk, hogy szeptember végén is, a Judei napján, szeptember 27-én is egy rendezvényel fogunk jelentkezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez most már nem különlegesség lesz, hanem egy szokványos tevékenység. Az egyetem több szinten is érintett a labdarúgó utánpótlás képzésbe, áttételesen ugye tulajdonosként a Labdarúgó Akadémiánál is szerepet vállalunk, és részt veszünk a háttérbiztosításában. Ugyanakkor a DEAC, mint az egyetemnek a saját klubja is foglalkozik utánpótlás neveléssel, ott is több száz gyerek és több tucat edző foglalkozik a gyerekekkel, tehát közvetlenül is érintve vagyunk abban, hogy az utánpótlás képzés rendszerében megfelelő szinten részt vegyünk, és természetesen a debreceni klubok között van egy komoly együttműködés is, ami a játékos mozgást, a szakember mozgást és a tudás interakciót is segít. Nemrég Debrecenbe járt az MLS edzőképzés német vezetője, és Szilvási Zoltán rektor úrnál, illetve Bács Zoltán kancellár úrnál járt egy következő program megvalósítására, mégpedig az, hogy a Debreceni Futballegyetem segítséget nyújtson az MLS kreditszerző programoknak a megszervezéséhez. Ezeknek a programoknak és a mai programnak is az a célja, hogy az utánpótlás edzőknek elsősorban a 13, 14, 15, 16, illetve a 17 éves korosztálynak típusgyakorlatokkal egy kis anyagot nyújtson az ő további edzésvezetőjükhöz. Tudjuk nagyon jól, hogy ma már nincsenek nagy titkok a labdarúgásban. Tudjuk azt, hogy minden megtalálható az interneten, gyakorlatok, filmek. De pont az a cél, hogy ezekbe a gyakorlatokba a módszereket vegyék észre a kollégák, milyen módszerekkel, milyen intenzitású gyakorlatokat kell végrehajtani, milyen intervallumokba végezzék a gyakorlatokat, milyen terhelés, pihenési részei legyenek a gyakorlatoknak. Ezeknek egyébként egyrészt, hogy itt mutatjuk a gyakorlatokat, nagy szerepe lesz későbbiekben, például a SET-nek is, amely már tudományos oldalát is bekapcsolja a gyakorlatokba. Éppen ezért az ő bemutatójukon is nagy figyelemmel fogjuk kísérni azt, hogy érdemes a teszteket elvégezni, milyen teszteket érdemes elvégezni, milyen próbákat érdemes, milyen egészségügyi élettani programokat érdemes a fiatal sportolóknak elvégezni ahhoz, hogy a későbbiekben számítani lehessen arra, hogy érdemes neki a versenysport felé menni, vagy pedig csak az amatőr sportba maradjon meg, és a játék, illetve a sportolás szeretetéért. A mai külföldi programnak a brazil Joel Cornelli, aki egyébként egy világjáró, tehát Kínától, Japántól kezdve Brazíliában, a arab országokban edzősködött, illetve az ő fizioterápiás edzője, illetve koordinációs edzője Alessandro Sarocco, ő Olaszországból érkezett. Ők igazán az Align arab csapatnak a vezetői. Ez a csapat egyébként az Emirátusoknak a bajnok csapata. Már a 17 éves korosztályjal itt edzőtáboroznak 3 héten keresztül, ők fognak egy komplett edzést bemutatni, illetve előtte fogják tartani az elméleti előadásokat. Tehát mi mindenhol a világban ugyanazt a filozófiát képviseljük, mint amit Brazíliában is. Ez pedig az, hogy amellett, hogy valakit fizikailag képezünk, tehát ugye képezzük magát a sportolót, amellett nagyon fontos, hogy a személyiségét is képezzük. Tehát mondjuk, ha egy gyakorlati példát veszünk, képezzük egyszer az egyensúlyát, mind fizikálisan, mind pedig ugye a fiataloknak a mentális egyensúlyát azért, hogy később kiemelkedő sportolók lehessenek.